Bencz úr Gyula 1872-ben festette a 16. Lajos és családja Versailles ostromakor című képet. Münchenben festette, és egyből egy amerikai magángyűjtő tulajdonába került. És soha nem volt a kép Magyarországon, és amikor most nem olyan régen felajánlották ezt a képet a Magyar Nemzeti Bank értéktár programjába, egy svájci műkereskedőn keresztül, akkor nagyon megörültem, hogy megvan ez a kép, és hogy lehetőségünk van arra, hogy ezt a képet megszerezzük. Egyébként a kép érdekessége, hogy ez egy igazi, mondjuk úgy, hogy színpadiasan megrendezett kompozíció, ugyanis pontosan azonosítható, hogy a helyszín az nem Versailles kastély, hanem a bajorországi Schlesheim interiőrje. Nem egy ilyen igazi történelmi, úgymond konfliktust ábrázol, tehát ahol összecsap a nép és a király, hanem egy pszichológiai konfliktust, hogy ott van a király, ott van a családja, ugye még nem tudja, hogy szegényt ki fogják végezni a forradalmára, de mi már tudjuk, és Bencz úr is tudta, és ezt a pszichológiai drámát, hogy mi lesz velünk. Szokták mondani a kulcslyuk perspektíva, nem a történelem nagy helyszínein látjuk a nagy történeti hősöket, hanem hálószobákban, családi körben, tulajdonképpen magánéleti szituációban, és itt is, ha nem tudjuk, hogy ez egy király, akkor azt érezzük, hogy valaki nagyon ideges, mert hátulról be akarnak törni hozzá. Tehát ez világosan leolvasható a képről. Ezt próbálta érzékeltetni. Egyébként ebben a fantasztikusan látványos, zseniális módon megfestett képen úgy festette meg, ami egyébként az ő későbbi ilyen neorokokó képeire már nem jellemző. Tehát később sokkal vastagabban, zsírosabban, fényesebben festett. Ez olyan lehelet vékonyan, olyan finoman van festve, hogy teljesen tulajdonképpen szokatlan Bencz úrnak ebben a korszakában. És több kollégám, a restaurátorok is, hát megmondom őszintén, hogy elállt a lélegzettük, mikor meglátták. Ismerjük Bencz úr stílusát, de ez valamilyen módon talán a legbravúrosabb és a legvirtuózabb módon megfestett képe. Egészen fantasztikus például, hogy a terem hátterében van egy nagy goblen, szőnyeg. Na most annak a goblennek a megfestésében tulajdonképpen érzékeljük a szövés technikájának a stílusát, ugyanis ezt ilyen vonalkázottan, rácsosan festi meg, és tényleg nagyon szép a karakterek, az arcok kifejezése, a különböző, hát mondjuk úgy, hogy érzelmi állapotok, a sok, a félelem, az aggódás. Ezek nagyon-nagyon bravúros dolgok. És nagyon szép a képnek ez az aszimmetrikus kompozíciója, ami azért ad egy dinamikát az egész képnek, és azzal együtt, hogy nagyon gazdagon vannak megfestve a részletek, de azért mégse vonják el a figyelmet a fő, mondjuk úgy, hogy drámáról. Közel 3 méter széles, és a későbbi történeti kompozíciói között is kevés ilyen nagy művet találunk. Tehát, ha más nem, a mérete miatt tekinthető Bencz úr történeti festészetében az egyik főműnek.